Megállapodást írt alá a Nagy Románia Nemzeti Szövetség megalakításáról 10 politikai alakulat. A szövetség államelnökjelöltet is indítana, az egyik esélyes az ultranacionalista György Funár, volt kolozsvári polgármester. Az egykor Vadim Tudor vezette Nagy Románia párt köré szerveződő szövetség létrehozásáról írt alá megállapodást augusztus 4-én 10 politikai alakulat. Ennek szükségességét azzal indokolják, hogy szerintük a jelenlegi parlamenti pártok teljes mértékben eltávolodtak a nemzeti érdekek irányvonalától, amelyet a szélsőségesen nacionalista Vatra Rumunjanszka képviselt 1990. februári megalakulása óta. A megállapodás aláírói szerint ugyanis a Vatra Rumunjanszka által kidolgozott program jelenti az egyetlen megoldást a román társadalom számára, és a szervezet ez irányú eszméit akarják továbbvinni. Az lehet a szövetség tagja, akinek erényei a becsületesség, a szakmai hozzáértés és a nemzeti érdekek melletti elkötelezettség, állítják. A Nagy Románia Nemzeti Szövetség elnöke Dorelo Náka volt szenátor szerint az idei parlamenti és államfőválasztáson is indítanának jelölteket, akiket majd a szövetség augusztus 25-i alapító ülésén mutatnak be. Az államfői tisztségért Dorelo Náka vagy Kolozsvár egykori polgármestere a soviniszta és nacionalista megnyilvánulásairól hírhet György Funár indulhat.